Szép jó estét mindenkinek, ez itt a HCV Underground! A mai epizódban két olyan birkózó lép ringbe, akinek az utóbbi időben nem igazán jöttek az eredményei. Ezért ma különösen fontos számukra, hogy jó teljesítménnyel bizonyítsanak, és persze, hogy nyerjenek. Az egyik oldalon Ozzy Spencer, a másik oldalon Marcus Mitra. A ring felett a füst, azt gondolom, mindkét birkózó azt reméli, hogy ez az éve nem fog füstbe menni, Ikarus. Hát ez egy kiváló kezdés volt, doktorom. Így van, itt van mind a kettő gyakorlatilag szörnyetegnek titulált Pankrátor, aki most bizonyíthat újra és újra. Muszáj is nekik, hiszen Ozzy Spencer elveszítette hűn dédelgetett Revolution bajnoki címét, Marcus Mitra pedig nem tudta megszerezni a HCV főbajnoki címét, és ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy jól van, mész vissza a sor végére. Ez az, amit mindkettel el akarnak kerülni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy tiszta lappal kezdenek. Ó, ahogy látom, nem is olyan tiszta. Marcus Mitra nagy intenzitással azonnal Ozzyra veti magát, Ozzy most viszont kiemeli a szlovákban a body slam. Gigantikus body slam. Igen, a tömeg az egyértelműen Ozzy Spencer oldalán. Igen, mint egy 30 kilóval nehezebb, mint Marcus Mitra. Meg is próbálja kiasztálni. Marcus nagyon kemény ütésekkel nyitja ezt a mérkőzést, ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos mindkettő. Egyből egy Samoan drop. Bele a közepébe! És Ozzy azt mondja, hogy így kell ezt csinálni! Nem tudsz magyarul, mondja Ozzy Spencer, ez valóban így van Marcus Mitra esetében. Lehet, hogy magyarul nem tud, de a pofonok nyelvén igen csak ért. Nem talált be a bekelmó. Itt nem a szavak döntenek ezen a mérkőzésen. A bútot blokkolja Ozzy, a könyökös nem tudja. Ó! Oh. Mellé a klócszláj! Mellé a másik... Ó, oh, egy knee! Méretüket és súlyukat meghazudtoló tempó itt a mérkőzés elején. A szamoai tank. Megpróbálja kilapítani Mitrát a sarokban, belly to belly. És meg is van, vajon megvan-e ezzel a mérkőzés? Gyors tusezet, kettő, nincs meg. Szlovák gladiátor, kirúg. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ebből a helyzetből hogyan fog visszajönni Marcus Mitra, szóval azért láttuk Chris Jokic ellen, igencsak nagy hívvel és hatalmas szívvel küzdött. Igen, és a nagy esések sem rázták meg őt, talán azi apró tappancsai megteszik ezt. Viszont számomra meglepő, hogy ilyen iromban kezdődött ez a mérkőzés. Ez melyiküknek kedvezhet? Nem tudom, de ez a torokrugás, ami most érte, ez biztos, hogy lelassítja most a dolgokat. Azi most Marcus bordáira mér hatalmas ütéseket, miközben a hangunkat alig halljuk, olyan hangulat van itt a HCV Dojo-ban. Irgalmatlan ez az energia, ami átjárja az egész Underground sorozatot, tökéletes nyitása a mai napnak. Azt a mindent! Nem értem, hogy Mitra miért Ozzy kaszatja a számat! Sebezhetetlen a hasa, a fegyvere, ő a Ozzy, fegyvere! Ozzy köszöni szépen, tussányzat, ez is csak kettő! Megfigyelhető egyébként az a kötés Mitra jobb alkarján, a csuklója sérült meg a pécsi gálánból a Jokic elleni mérkőzésén. Így van, ugyanis kiugrott a ringből, és hát nem egészen úgy sikerültek a dolgok, ahogy kellettek volna, és hát eltörte a kezét Marcus Mitra, úgyhogy ő most gyakorlatilag sérülten, gyakorlatilag handicappel szállt most ringbe Ozzy Spencer ellen.
Igen, de Marcus Mitrát ez nem vetette vissza abban, hogy itt legyen, hogy küzdjön az Undergroundon. Így van. Még ha talán nem is a legokosabb ötlet ez, de tudjuk azt, hogy ha most kivár, akkor lehet, hogy tényleg a sor vége vár rá. Így van, pontosan így van. Megvan hozzá a szív, megvan hozzá a lélek, és a test is megvan hozzá. Egészen Szlovákiából jár föl ide hozzánk minden egyes alkalommal azért, hogy bizonyítson. Viszont Ozi teste van bele, szóval. Az pedig azért nem piskóta és nem kis falat. Hát ha már piskóta és falat, ugye? Marcus Mitra most nagyon rossz helyzetben van, a padlón, a sarokba zuhan. Ozi Spencer ünnepelteti magát, és kezd megfordulni a fejemben, hogy Mitrának talán nem kéne birkózni itt ma este. Egyre szorultabb a helyzet, kedves szlovák pankrátorunk körül. Szüksége lesz egy spártai harcos minden elszántságára, hogyha vissza akar jönni ebből a helyzetből. Hát ide most Spartan Rage kell, ez teljes mértékben így van. De vajon Szlovákiában árulják-e ezt a spártai haragot? Azt nem tudom, de a tátrában is vannak hegyszeresek. Meg van tátraital is, ugye? Ozi Spencer most csípőtámadást tűz be Marcus Mitra derekára. Most már nem egyszer Otto Bírónak kellett ezt a tankot hátra szólítani az ellenfelétől, másodszor is megvan ez a csípőtámadás. Ekkora testtel elhiszem, hogy valakit a földön lehet tartani. És most újra ez a módosított camel clutch Ozi Spencertől. Nagyon kemény submission fogás Makai Renato ellen is alkalmazta. Nem egészen a ring közepén vannak, ha jól látom, de így is rendkívül nehéz dolga van Mitrának. Marcus Mitrának két választása van. Vagy eléri az alsó kötelet, vagy minden erejét összeszedve megpróbál felállni Ozi Spencerrel a hátán. És ha jól látom, ez utóbbi történik. Jézusom! Egészen legyünk! Meg lesz! 125 kiló, és még Marcus Mitra sem bírta fel. Ozi Spencer is meglepődik ezen. Őt ugyanis nem nagyon szokták emelgetni. Túlsora megy! 2! Kevés ez ide ma még. Kevés ez a mai Undergroundhoz. Bármekkorákat is kapott Mitra dereka, még ki tudott rúgni. Ozi Spencer a fejét fogja. Vajon mi járhat abban az apró picike kis fejében? Azt gondolom, hogy csak egy dolog járhat ennek a mérkőzésnek a meggyerése. Vagy talán a Revolution bajnok jön, ami már nem belemegy haza. Mitra kirúgja a lábai DDT! Mitra élt a lehetőséggel. De vajon képes-e fenntartani ezt? A közönség támogatása egyértelműen Marcus Mitra oldalán, ő pedig megpróbál erőt meríteni belőle. Spear pozícióban lehet, nem, még csak clothesline. És Ozi Spencer nem esik el. Ide több kell ma. Ó, oh, lendület! Megvan a lariát! Ez megvan, és most Ozi Spencer a padlón! Marcus Mitra méregeti Ozit, aki a túlsó sarokban próbál talpra kászálódni. Megvan-e a láncsa? Ó, oh, összeütköztek, de nincs baj. Marcus, Irish Whipper, túlsó sarokban, oh. Nincs senki otthon. Nincs meg a back body drop. Elbow drop! Spinebuster, aztán egy könyökös mentés Ozi Spencernek. Hát egy ilyen embert dobálni azért nem kell. Talán ez a jobb stratégia, hogy a földön tartja őt Marcus 2. És kirúg. Marcus Mitra kétségbe esetten próbálja a földön tartani ezt az embert. Muszáj mindent megpróbálnia. Egy spear time, azaz itt a spear ideje, mondja Marcus Mitra. És Ozi Spencer, hogyha okos, akkor most nem indul el szembe vele. Eddig már ki tudta játszani a szlovákot. Vajon sikerül-e? Így is van! Marcus sikerült! Mitra jobb karja válna a ringoszlopnak csapódik. És érkezik a tank. Ozi Spencer nem csekély súlya. Jaj ne, csak nem a banzájra készül. Attól tartok, hogy de, Ozi Spencer a középső kötélen mélyen behajlik alatta a kötél. Jézus Istenem! Oh! És banzáj! Megvan a kötél! Marcus Mitra! Mitra tudta, hogy hol van a ringben, nagyon közel a kötelekhez. Ozi Spencer talán gondolatot volna rá, hogy távolabb húzza őt. Kiváló ringismeret és kiváló helyzetfelismerés Marcus Mitrától. A kötél megmentette a mérkőzéstől. Azonban ettől még nincsen kisebb bajban.
az is Spencer, és most Marcus, ismét a kemény jobbosok, majd az alkaros. Megpróbálja felemelni, sikerül neki felemelni, Jézus Istenem! Az így nyakra egy könyökössel kivett most, ő emelkedik. Megvan-e még egy szamaj? Újabb könyökössel való kontra, és felé! German szuplex! German szuplex ezen a hatalmas szörnyetegen! Micsoda összecsapás! Nem hiszek a szememnek! Markus kúszik! Túlsajzzel! Egy, German kettő, után, nincs meg! Lenyűgöző teljesítmény szuplexelni, German szuplexelni, ráadásul egy ekkora embert! De ma még ez sem volt elég! Hihetetlen! Vajon ezek után hol vannak a tartalékok? Mi kellhet még ahhoz, hogy Ozzy Spencert legyőzze Markus Mitra? Azt hiszem, én tudom, mi kellhet ehhez! A Spear az, ami kell! És ezt tudja Markus Mitra is! Másodszor is megpróbálja! Összenyomta! Kettő! Három! Persze! A testi fölény! Hölgyeim és uraim! Ozzy Spencer kirobbant a sarokból egy crossbody-val. Markus Mitra erre nem számított, és a közönség nem elégedett. A korábbi Revolution bajnok diadalmaskodik rá. A mérkőzésben ezúttal alul maradt Markus Mitra. Hey Markus, everybody knows you are a real heavyweight warrior, but Ozzy Spencer is too big bang for you. What do you think? Yeah, this is another class. But I have no problem to pick that motherfucker up. But shit happens. Maybe next time. I have no idea like what happened. Thank you. A mérkőzés győztese érkezik, Ozzy Spencer, aki többször is bebizonyította, hogy nem fél mocskos eszközökhez nyúlni, hogyha a győzelemről van szó, ám most kitartóan küzdöttél. Ozzy, mi a véleményed a mai mérkőzés kimeneteléről? Minden úgy alakult, ahogy terveztem. Sokan azt mondják, hogy Ozzy elbukott. Elbukott akkor, amikor elvesztette az övet, a Revolution övet. De tudjátok mit? Én mindig újjászületek. Mindig felállok, és új célokat tűzök ki. Az őserő én vagyok. És megyek tovább, előre.